Köszöntöm Önöket, nagyon örülök, hogy itt lehetünk. Szerettem volna a táncházmódszer hagyományait kicsit folytatva közönséghez és a figyelemhez közelebb, de azt gondolom, hogy innen a magaslatról is el tudom mondani, hogy Mezőkövesd és két másik matyó település, Tard és Szent István kulturális öröksége viszonylag új eleme az UNESCO listának, hiszen 2012. december 5-én hallottuk meg azt a nagyszerű hírt, mely a Szellemi Kulturális Örökség igazgatóságának jelölése alapján a helyi közösségekkel teljes együttműködésben kihirdetésre került az a nagyszerű tény, hogy a Matyó örökség ezen belül is a kis kultúra az UNESCO reprezentatív listájára került. Azt gondolom, hogy ez minden helyi ember szívét megdobogtatta, és azóta is nagyon büszkén és nagy felelősséggel viseljük ennek a címnek minden hozadékát és minden kötelezettségét.